Üdvözlök mindenkit, én Szajik, azt mi láthatjátok az Elder Scrolls 5. része a Skyrim. Folytatjuk akkor szépen tovább a kalandjainkat Orsival, Skyrim Tamriel egyik legnagyobb mágusával. Folytatjuk akkor szépen tovább a Dragonborn DLC-ben a könyveknek a kutatását, felkeresését. Passzívba ugye a hatalomszavak keresése, és még passzívba a Dragon Prismaszkok összeszedése. Már az alapjátéknak az összes Dragon Prince maszkja megvan. De a DLC, a Dragonborn DLC-nek még egyelőre csak az egyik van meg, és az is ugye Miraktól van meg. No! Oda kell feljutni, úgyhogy szerintem a víz kövétől fogunk elindulni, és lehívom Avrakot. Lehívjam Avrakot? Na, nem hívom le Avrakot, mert az veszélyesebb. Így, né. Aztán akkor mentünk egyet, és akkor hajrá. Na, itt ugye volt egy sárkány. Megpróbálok ide így fölmászni. Hát, ha sikerül. És hogyha sikerül, akkor talán közelebb kerülök ahhoz a ponthoz, amit úgy hívunk, hogy nem tudom, hogy hova megyünk amúgy, de állítólag ott van a könyv. Hát, szó-szó. Talán nem töröm ki a nyakamat. Egy. Majdnem tökéletes földetérés volt. Na, mekkora sodrása van már ennek a víznek. Na nézzük. Na, elvileg megjöttünk. Ki ez, mi ez? Fehér gerinc sírdomb. Helyes. Elvileg. Igen, tehát ugye itt lesz bent könyv, és akkor most vagy egy hatalom szó lesz még itt bent, pluszba, vagy az egyik Dragon Priest. Ezt pontosan nem tudom, hogy melyik, de majd meglátjuk. Na, mi történt itt? Standard amuletje. Bocsi. Itt valami orbitális nagy probléma kerekedhetett. Hogy itt elzártátok a dolgokat és mégis belehaltatok. Albino pók. Érdekes. Felettébb érdekes. Albino pókokkal fogunk találkozni. Gubó. De ezek is mind belehaltak. Ezek is döglöttek. Ellenáll a lélekcsapdának? Most eltaláltam? Jó. Egy lövésből pusztulnak. Oké. Okay. Nincs gáz. Akkor itt valami nagy pókság van. De amúgy ez alkímiai alapanyag vagy étel? Ez csak érték. Jó, nem tudom, hogy mit lehet belőle csinálni, majd utána nézünk. Majd utána nézek,
Van-e belőle valami hasznos? Egyelőre összeszedem őket. Aztán majd kiderül. Jó. Egy lepotty. Egyszer. Nem tudom, mi vár itt rám. Úgyhogy csak nagyon óvatosan haladok előre. Aha. Furák. De gondolom én, hogyha elkapnak, akkor instant pusztulnék. Ó. Oh. Jó, egy kézből is halnak. Az a szerencse. Ott van. Jó, elvileg megvan az összes. Legalábbis ami itt ebbe a... Jó, akkor ezeket szét kell robbantanom, mert... Mert igen. Fasz. Fúj! Szóval ezeket megfertőzték a pókok. Ezek szerint. Nagyon úgy néz ki. Akkor már értem, hogy miért menekültek ki. Legalábbis miért próbáltak meg kimenekülni. Így már minden világos. Azért remélem tényleg, hogy van valami haszna ezeknek a gubóknak. Nem csak úgy vannak. Mert hogyha már nem a kémiai alapanyag, ugye nyilván, de az egyebek közé rakja. Rubin. Na, akkor bányásszunk Rubint. Egyi. Csak így fogja magát, az kész. Rubi megvan. Oké. Okay. Egy kicsit hosszabb műveletre számítottam, de mindegy. Fur, hogy a túloldalról meg át tudok csúszani, a másik oldalról viszont nem. Poár. Miért vettem fel a poárat? Az nem kell nekem az a könyv. Mit csináljunk a pók csípés ellen? Hát visszahílelem magam. Kicsit el vagyok tévedve. Csak így.
Jó. Jó, zsírkirály minden. De azért alaposan körbenézünk, már sose lehet tudni. Mindjárt a nyakamba. Ó. Jó. Mr. Fuszrodát elkapjuk. Na, jálém. Zsír. Nem bejött minden. Csontvázba jött minden. Oké, meg vagyunk. Köszi, Dramóra. Ó, ott van egy láda. Jó, ez is megvolt. Van egy kis titkos hely. Kommentsünk egyet, megnézzük, hogy valóban. Valóban jó, csak ekkora volt egy titkos hely, és nem tudom, mely nyomtam meg a kút. Lecsúszott az ujjam ezek szerint. Páré. Várjá. Igen. Igen. Jó, hogy ennek itt semmi értelme. De! Kicsi nyuszi hop-hop. Aha! Mondom én, volt ennek értelme. Kis arany. Nagy lélekkő. Oké. Okay. Jaj, lehet, hogy a túloldal is meg tudtam volna ezt oldani. Mert ezt is le lehet engedni. Csak ugye ennek hol a karja? Itt van, né. Bár szerintem az lett volna, igen, hogy itt is így hop-hop-hop, kicsi nyuszi hop-hop módszerrel kellett volna megoldani. Na mindegy, megoldottam kicsit máshogy. Nyugi, Dramóra, megoldok mindent. Ezek szinte egy lövésből elintézhetőek. Szinte. Jó, az enchantolt. Ennek meg jó a súlyérték aránya. Biztosra megyek és inkább összetöröm az összeset, mert van egy olyan érzésem, hogyha túl közel kerülnék hozzájuk, akkor így csak így kirobbannának onnan, és az nem lenne egy egészséges mutatvány. Szerintem. Cseh. Szóval ezeket így csapdának fogom fel. Ezt meg úgy előttem, hogy nem is tudom, hogy hol van a... Itt van. Visszapattant a falról. Hazák szerint. Pete. Albino pókocskának a petéje. Jó. Úgy tűnik, nincs itt semmi. Mármint ellenfél. De van. Rám ne robbanjá. Menni fog? Köszönöm. Na, akkor Rubint. Jó, szerintem csináljuk gyorsabb módszer szerint. A régió bevált, kezembe veszem a csákányt és... Legalábbis a Rubinnal. Már így gyorsabb.
A szívkőnél annyira nem. És nézd meg, eltette az izét az oldalára a csákányt, mint fegyver, de elővette a csákányt, mint bányászeszköz. Menő, mi? Jó. Á, vicces amúgy, vicces, na. Program így hirtelen nem tudta eldönteni, mi van. Mert nyilván ugye az oldalamon kell lenni, mint fegyver. De mint csákány eszköz, úgyhogy ugye kezembe kell lennie. Úgyhogy ja, kicsit ellentmondásos volt ez a dolog, de semmi gond. Ja. Térkép. Uha, eléggé messze van. Cső. Még valaki? Bazd meg! Beakadtam valamibe. Csak nem tudom, hogy mibe. Szerintem a falba hátul. Cső. 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 Mi van neked a kezeden? Várjál, hadd bénítsalak már meg. Érdekes. Lángköpenyes pók. Egy lángköpenyes pókot rak a földre, ami tűzsebzést okoz a túl közel merészkedő ellenfeleknek. De durva. Napló. Tűzszentés. Igen. Napló. Kulcs az egyelőre itt marad. Bocsi. Merilla. Az. Akkor M betűnél. Nem, mint Merilla naplója. Milyen hosszú ez? Nem hosszú, jó. Tudom, hogy miben sántikál. Tényleg azt hiszi, hogy az övé lehet az összes dicsőség, ami ezeknek a pókoknak a felfedezéséért jár. Ha legközelebb bemegy a biztonsági ketrecbe, hogy azt csinálja a pókokkal, amit szokott, bármi legyen is az, bezárom. Akkor majd nem lesz más választása, mint hogy rám hallgasson. Mégis hogy érti, hogy nincs ki mind a négy kerekem? Semmi baj nincs velem, ő akarja ellopni a felfedezésemet. Azt hiszi, nem látom, miben sántikál? Semmi baj. Semmi baj sincs velem, semmi. Még mindig úgy beszél hozzám, mintha megőrültem volna. Nem őrültem meg, ki mondta, hogy megőrültem. Én mondtam, hogy megőrültem, majd megmutatom, hogy ő őrült meg. Nem számít, látni fogja, milyen az igazi hatalom. A kántálás, amit a főteremben hallottunk, biztosan azt jelenti, hogy valami hihetetlenül hatalmas dolog rejlik itt. Ha meg tudnám kaparintani azt az energiát, és idehoznám, ki tudja, milyen felfedezésekre bukkolhatnánk. Vagy nem. Mentsünk egyet. Ja, felfedeztétek a hülyeséget. Miért nem tudtok a nyugműzi a seggeteken maradni? Jó, tudom, már akkor nem lenne izgalmas a dungeon. Kicsit túl nagy itt a mindenség. Ó. Ó, itt azért sok minden felfedezni való van. Csináljuk azt, hogy itt lepottyanok, és akkor úgy jövök föl. Csináljuk azt.
Jó, Rubin. Ja, de mondjuk azt nem így kéne. Most már mindegy. Mert gyorsabb lett volna, ha a kezembe veszem a csákányt. Tárgyak, fegyverek. Csákány doroszló. Jó. Erre megyünk majd tovább. Koponya. Jó, ez is megvan. Jó, semmi. Mentsünk egyet. Mielőtt egy pók a nyakamba ugrik. Láda. Arany, jó, nagyon jó. Mentsünk egyet. Eddig jó. Csőpók. Te voltál az, aki egész eddig keresett engem? Jó. Oké, az is megvolt. Úgyhogy nem kommentálok, csak figyelek a hangokra, hogy hol hallok ilyen mozgolódást. Ilyen pók mozgolódásokat. Aha, jó. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez hova vezet? Hú, bazd meg, de megijedtem. Azt hittem, hogy a falon van a pók. Jó. Ezzel majd mindjárt foglalkozunk. Elmegyünk a könyvér, jó? Aztán majd mi visszajövünk. Nem tudom, miért ugrálva közlekedek, ne kérdezzétek. És vagy ez van kedvem. Kicsi nyuszi, hop-hop. Csákány, igen. Egy. Vicces, nem, hogy izé villámmal kell a pókhálót leszedni. Szép nagy terem, igen. Hatalom szóval a végén. Itt van akkor a könyv, aha. Jó, de itt szerintem bunyó lesz. Aha. Dragon Priest. Dukan. Üssétek! Stun alatt tartom. Köszi a segítséget. Igen, igen. És akkor megvan Dukannak a Dragon Priest maszkja. Nehéz páncél. Megnöveli a fagyja a szembeni ellenállást 50%-kal és a fagyvarázslatok sebzését 25%-kal. Na, tehát aki fagyvarázsló, annak érdemes ezt használni. Ilyen a fekete könyv, jó, majd mindjárt. Lehet, hogy most ezeket itt hagyom bent, mert nem sok a
súlyom. Tehát nem sok mindent tudok ma magammal cipelni. De megvan a ciklónnak a következő... De azt néztem, mondom, ilyen árnyékon van nekem, bazzeg. Igen. Tehát hogy a ciklónnak a következő hatalomszava is akkor most megvan. És ugye most az a helyzet, hogy nem elveszem a könyvet, hanem beleolvasok. Mert miért ne? És most szépen ebbe is beleolvasunk. Azt megnézzük, hogy mi merre, hány méter. A fakó kormányzó. Hú, de sötét van itt. Ismerd meg a fekete könyvben rejtett tudást. Hát ismerjük. Hello. Anyád. Csapkodsz itt. Á! Mi a fasz? Fényt. Fáj a sötétség? Aha. Fáj a sötétség. Tehát ez a lámpással kell együtt mozognom. Nem. De várj, hogyha én csinálok fényt, az nem ugyanaz? De, az én fényem is használ valamit, jó? Ez így nem lesz jó. De mondjuk hülye vagyok, tehát miért ezt használom? Tehát van nekem egy olyanom, hogy gyertyafény, azt szépen magamra dobom, az cső. És akkor két kézzel tudok varázsolgatni. Ennyi az annyi. Nem kell itt szórakozni. Ah, nem pörög az agyam. Gyertyafény tekercse, erről beszélek. Köszönöm. Aha, megvan a hátrány. Bazd meg! Az, hogyha fény van rajtam, akkor könnyebben észrevesznek. Hát azt gondolom, muszáj magamra tenni, mert ez így nem állapot. Águs fény. Nem mágus fény, gyertyafény. Egyezzem már meg, hogy gyertyafény kell. Így né. Levertetek mindenkit? Az akkor úgy jó. Remélem, hogy ez a könyv ez csak egy fejezetes. Mert azért poén lenne így 4-5 fejezeten keresztül úgy mozorogni, hogy a sötétségben. Nem, ami nem lenne poén. Pont, hogy nem poén, nem poén lenne. Mert azt mondom, hogyha mondjuk egy rövid szakaszon így igen csináljuk ezt a dolgot, akkor azt mondom, hogy oké, hogy ez így izgalmas. De azért ezt sokáig nem lehet ám húzni. Ó, basszus. Fogalmazunk úgy, hogy a fele úton túl vagyunk.
És mentsünk is egyet, ennek örömére. Na, hogy elfelejtsem, mert még a végén megborulok. Gyors gyógyítás. Egyedül van vajon? Márjá, már eltűnik a fényem. Előleg rápakoltam. Jó, a lelke megvan, a cuccosok azok lezuhantak vele együtt, de semmi gond. Csünk egyet. Köszönöm a hidat. Nagyon kedves, nagyon aranyos. Mi van, Hermeus Morai? Itt nem fizetted be a villanyszámlát? Vagy mi van ez? Mi van ebben a könyvben, hogy ez, hogy ilyen sötétnek kell itt lenni? Nem. Nem köpködünk. Fúj. Nem szabad. Másik dremórám az szerintem... Szerintem az kinyírta az előző. Túl sok sebzést kapott. Na. Hogy... És meg a cuccas is megmaradt. Amíg annyira nem sebez. Annyira nem vészes. Na jó, oké. Ennek örülök. Köszi, hogy ilyen rövid. Köszönöm. Köszönöm a készítőknek, hogy ilyen rövid. Ezt hosszú távon nem bírtam volna elviselni. Lángszolga. Na. Idézés, igen. Ebben mi van? Tök mindegy, elviszünk mindent. Igen. És akkor a Fakó Kormányzó című könyv. Na nézzük, miket kapok belőle. A lehetőségek. Hatalomkereső. Minden harci képzettsége 10%-a hatékonyabb lesz. Az nem. Varázslatkutató, valószínűleg az lesz. Ánykereső. Minden lopakodási képzettsége 10%-a hatékonyabb lesz. Varázslattudó. Minden varázslatot 10%-kal kevesebb varázsörőjébe kerül. Jó. Az úgy nem rossz. Mert akkor, most megnézzük. Nem, mágia. Pusztítás. Mesterszintű hóvihar. Ja, 23. Jó. 10% olcsóbb lett, akkor most már minden. Na nézzük. Az jöhet, 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 jöhet. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk. Most már csak ki kéne jutni a Dungeonből. De valószínűleg a pókokon keresztül fog vezetni az út. Vagy nem. De megnézzük, hogy ott oldalt mi van. Na engem úgy érd... Ráléptem volna valamire? Na mindegy. Tehát érdekel engem ott az a történet. Meg azért nem hiszem, hogy nincs a hátsó kiárata az izének, ennek a kazamatának. Túl sok a pók. Egy kicsit túl sokan vannak. Jó, most mindenki megnyugodott. Jó. Oké. Ezzel megvagyunk. Fegyver. Kérem a csakányt. Kösz a Rubint. Kösz a Rubint.
Jó. Arra se látok semmit. Kell nekem amúgy ezek az albino pókoknak ennek a cuccai? Vagy annyira nem fontos? Na de jó van, annyira nem fontos. Jó. Jó, azért kilútolom őket, na. Ne érje szó a ház elejét, hogy jaj, Szovi, hogy izé. Most így a vége felé már nem akarsz lootolgatni? Ha ne legyél annyira lusta. Na nézzük. Ez mi ez? Beavatott szintű ajtó. Hoppá. Oké. Okay. Jó napot! Fura, jó, megnézzük a másik oldalt. Mert itt szerintem van ilyen elrejtett cumó. Ezek a hangok azért kiborítóak. Remélem fülessel hallgatjátok a videót, és ti is halljátok ezeket a csoszogásokat, vagy nem tudom minek nevezzem. Biztos. Merillar ketrecének kulcsa. Hát én azt majd könnyítom magamtól, nekem nem kell kulcs. Abból én nem kapok pontot, hogyha csak úgy kinyitom. Jó, oké. Okay. Ez itt így ennyi volt. Még föl, megnézzük fönt, hogy mi a helyzet. De ugye csak észre. Hoppa, az meg. Jó. Ezért pont egy olyan pont volt, hogy igen, hogy ez gyors mentést kíván. Jó, ez szakértő szintű zár. Szerintem megbirkózunk vele. Jó, egy kulcs mínusz. Jaj! Megvan. Mondom, megbirkózunk vele. Igen, 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 igen. Csupán néhány kombinációt próbáltam ki, de a dolgok ígéretesnek látszanak. Eddig a következőket fedeztem fel. Rubin plusz albino gubó, ugráló lángpók. Sérült albino gubó, robbanó lángpók. Igen, Rubin sérült albino pók, az ki van húzva. Lángköpenyes pók. Az eredményeket elnézve úgy tűnik, mintha a drágakő tisztasága valami módon felerősíteni a folyamatot. Talán ha tudnék szerezni egy hibátlan Rubint. Azon is elgondolkodtam, hogy ha valaki összekeverné az eddigi kísérletekben szereplő hozzávalókat, vajon milyen felfedezés lenne az eredmény. A tovább vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a gyémánt és az almandin nem tartalmazzák a szükséges energiát. Tudom, hogy a Rubin működik, ahogy a korábbi kísérleteimben is látható volt. Legközelebb kipróbálom, milyen reakció történik az ametiszt, a smaragd vagy a zafír használatakor. Lennük kell valamiféle... Lennük kell másféle pókoknak is, ki tudja a folyamat hatására mivel telítődnek. Jó lesz, ha nyitva tartom a szemem. Az interakció forrása véletlenül a közelben van, akármilyen új fajt is találok. Bájoló terem. Csákány. Aha. Jó, meg volt egy másik... Ki vagy te? Servus Rendas. Servus Rendas. Volt egy másik könyv is. Servus naplója. Végre elintézte. Tudtam, hogy végül megtörik.
talán el kellett volna mennem, mikor lehetőségem adódott. Ezeknek a pókoknak a nyers ereje végül a Merilla fejébe szállt. Ki gondolta volna, hogy ezek az albinó teremények képesek ilyen mágia kiaknázására. Természetesen ebben a ketrecbe zárva lenni eléggé kellemetlen, de ettől csak jobban összpontosítok a munkámra. Különben is, mit képzelt, mihez fogok itt kezdeni? A nővéremként tudnia kellett, mennyire leköt a munkám, bár most nem tudom hibáztatni a tettei miatt. Ki tudja, milyen kipárolgásokkal jártak ezek a kísérletek, és ezeknek milyen hatása van az emberi agyra. Legalább igazam van, vagy lehet, hogy nem, de azt hiszem igen, igaz? Lehet, hogy ezek a kísérletek ugyanolyan hatása vannak rám, mint őre. Szóval itt lehet kocsvasztani? Hogy volt? Bocsi. Merilla napjolója, nem az kell nekem. Pókkísérleti feljegyzés. Rubin, sérült albino pók gubó. Sérült albino pók. Hol van a sérült albino pók? Az S betűnél. Tárol, de csak egyet tárolunk. Meg azt mondja, hogy ametiszt? Nem, Rubin. Rubin. Egy tök egyszerű rubint betárolunk, igen. Jó. Oké, megnézzük, hogy valóban bájoló teremben. Rubin sérült albinopók, oké. Kar. Jó. Recept, robbanó láng pók már a leltáradat gyarapítja. R mint recept. Pico R-es. Rubin, sérült láng pók, gubó. Recept láng pók, jó. Akkor mi volt még? Ezeket most azért csinálgassuk már meg, hogyha itt vagyunk. Akkor... pókkísérleti feljegyzés. Lényeg az, hogy mindegyikhez kell Rubin. Mária? Meg mit mondott? Mit írt itt? Azt írta, hogy... hogyha valaki összekeverni az eddigi kísérletekben szereplő hozzávalókat, vajon milyen felfedezés lenne az eredmény? Bár a sérült albinó gubó, maréksó Rubin. Ezt nézzük már meg. Mert az ki van húzva. Sérült albinó gumó. Meg mi volt? Egy. Akkor kell egy rubin. Meg kell egy hozzávaló, a marék só. Egyetlen egy darab. Jó. Robbanó tüzes pók az is. De akkor azt miért húzta ki? Hülye, ez nem ez kell. Mondom, nem ez kell. Az. Rubin, maréksó, sérült albino pók gumó, és azt áthúzta. Pedig ugyanúgy robbanó lángpókot izé adott. Lángköpenyes pók, na. Albino pók gubó. Sérült albino pók gumó, maréksó, rubin. Az összes eddiget akkor mind a négyet akkor össze kéne keverni, igen. Megnézzük, hogy az mit ad. Mi van? Ja, hogy azért lett kihúzva, mert hogy nem működött. Aha! Már értem. Mindegy, ettől függetlenül kell albino gumó. Gubó. Egy darab. Akkor mi volt még? Azt mondta, kell rubin. Mert ugye azt még nem tesztelte le. Mi van akkor, hogyha mind a négyet összekeverjük? Jó, megnézzük, hogy valóban úgy van, ahogy gondolom. Igen, két gubó megvan, só, meg rubin.
Jó. Ezt akkor így megnézte. Jó. Meg akkor mit írt még? Azt írta, hogy... Igen, azon is elgondolok, talán ha találnék egy hibátlan rubint. Az eredményeket elnézve úgy tűnik, mintha a drágakő tisztasága valamilyen módon felerősítene a folyamatot, talán ha tudnék szerezni egy hibátlan rubint. Albinopo gubót, meg hibátlan rubint, nézzük meg. Jó, nézzük. Bocs, hogy itt kocsvasztok. De kíváncsi vagyok most, igen. Egyet berakunk, meg hozzáteszünk egy hibátlan rubint. Akkor mi történik? Azért mentek egyet előtte, mielőtt fölrobbam. Tüzes ugrópók 6 darab. Ugráló lángpók kétszer már leltárom a gyarapítja. Aha. És ha mással csináljuk ezt, tehát ilyen zafír meg hasonlók, akkor mi történik? Beteszünk egyet, igen. És mondjuk... smaragd. Mert az azon most így van. Mi van a smaragda? Mérgező ugrópók. Na. Jó, oké, király. Jó, tehát ez itt lehet akkor így szórakázni. Kár, hogy nem lehet magammal vinni azt a szerkezetet. De azt kilútoltam. Szóval szerintem kulcs szükséges. Ó, basszus. Akkor vissza kell mennem a kulcsért. Majd. De akkor visszamegyek a kulcsért. Ez jöhet. Meg ez is, meg ez is. Vasérc. Vasérc, bőcsirk, ezüst. Egy kis rubin. Jó. Akkor az itt így be van omolva. Akkor ennek itt így ennyi. Ugye? Térkép szempontjából is? Azt mondja, hogy igen. Térkép szempontjából is be van omolva. Jó, akkor még oda lent. Mi? Nagy zsák. Bölcsik. Tehát akkor még... még akkor oda lent megnézzük. Itt erre felül mi merre hány méter. Nem, mint hogyha erre lettek volna... ellenfelek. Jó, van egy ötletem. Egy. Jók ezek a hangok, nem? Na, találtam Zafirt. Fájni fog. Kicsit túl radikális voltam, de úgy voltam vele, hogy én ezt nem várom meg, amíg befejezik. Ennek az utolállónak eléggé érdekes a fejszerkezete. Jó. Maréksó az mindig jól jön. Ja, neked vált el a fejed egy kicsit érdekesen. A testettől. Jó. Akkor ez a rész is így megvan. Jó. De akkor mindenképp kell a kulcs. Úgy néz ki. Kinek a kulcsa kellett? Jó kérdés, mi? Na, ott volt kulcs? Nem volt kulcs. Annál a nővérénél volt. Nagy kulcs. Nálad. Lehet, hogy ezt kell hozzá, ki tudjak ott menni.
Nincs kizárva. Gyere, megnézzük. Aha, ez a kulcs kellett. Jó van. Na nézzük. Hova jutunk ki? Az anyád pi... De... Jó, futás. Van egy ősi művészet, ősi ókori svájci megoldás, a futás művészete. Az anyátokat. Redvás pókok. Hú. Na ez durva volt. De legalább tudni vélik. Ó, Zafir. Ja, de hát ezt... Mindegy. Tehát jó tudni, hogy ezeket ki lehet itt bányászni, és legalább már tudom, hogy hol van ennek így a lejárata. Hála az égnek. De azért még gyorsan itt csinálunk egy ilyen körbenézést. Na, pont ezzel szembe van ez a kis kunyhó. Oké. Okay. Tehát majd felvételen kívül majd nézegetem ezeket az alkimiai dolgokat, jó? Most ezzel nem akarom húzni senkinek se az idejét se. Na. De a lényeg, igen, tehát hogy egy Dragon Priest az megvan. Meg megvan a könyv is. Úgyhogy örüljünk neki. És akkor visszajövök ide. Elmondom neki, hogy mi merre, hány méter. Hogy mit találtunk. Fú, de durva volt ez így a végén. Ez amúgy nagyon szemét húzás volt a készítőktől, hogy igen, hogy kijössz, és akkor egyből rádugranak a... Tehát viszonylag egyből rádugranak a pókok. Nagy szemétség volt ez szerintem. Na, lebegjünk akkor fölfelé. Jó, találtam neked egy új intézőt amúgy. Ja. He makes dreadful Canis root tea, though. But yeah, I should be grateful. Here, take this for your efforts. Oh, and you may use my staff enchanter if you want. Jó, köszi. Varázsbót bűvölő már a leltárom a gyarapítja. Jó. Hogy vált be Drovasz? The man makes a dreadful cup of Canis root tea. However, he seems to run the place well enough. Oh, were you fishing for a compliment or some gratitude? Don't waste your time. Those things are for the weak and foolish. Jó. Nálam van a könyv. Excellent. I'll just make a copy for myself. It's far too dangerous to carry the real book around. Of course you can handle yourself. Of course you can. Of course. Now, take this for your efforts, and we'll call the matter closed. Jó. Közben akkor van valami... Miért nem megy följebb? Van valami problémád? I've been having difficulties with my heartstone experiments. Have you heard of the Briar Heart? Igen. Mi van velük? They are fierce warriors of the Forsworn tribes. Igen. They actually remove their own hearts and replace them with large briar seeds. It puts their life sparks in direct connection to the natural forces. I need you to examine one of them. Just investigate as much as you can. I'm going to put this memory trace spell on you, so you won't have to worry about taking notes. I doubt you could know what was important anyway. Nem vagy te kicsit. Hangoszívű boncolás. Jó, mi közük van a hangoszívűeknek ehhez? I'm hoping to do something similar. If I could connect a living being to the forces of the Red Mountain, well, that would be formidable. I've done some experiments in this area, but, well, my test subjects are far too fragile.
I'm hoping to learn some of the Briarheart techniques, their methods. I would venture out myself, but long voyages are dangerous and risks are precisely what people like you avoid. Jó, és hol találok ki a harcost? I live in the hills on the western edge of Skyrim. From there you're on your own. I'm given to understand that they are not difficult to find, if you gather my inference. Na jó, de várj egy kicsit. Nem, nem arra vagyok kíváncsi. Don't waste your time. Those things. I suppose I could dig up a staff or two. Nem árulsz semmit, jó? És hol a haverod? Hol a haverod? Good day, friend. Keeping well? Yeah. I like your robes. I had you figured for a mage. I could you appreciate this. No. Jó, van itt sok minden. Ezt majd akkor később, majd ezt a legvégén. De most kimegyek, meg vissza. Megnézzük, hogy van-e még ilyen könyv valahol. Csak az ugye kell egy töltés. Jó, kijövök, bemegyek. Beszélgetek vele, hogy tud-e valami új könyvről. Remélem tud, mert elvileg még egy hiányzik. My new steward is acceptable. If only he made better tea. Kutatás. I'm running low on heartstones. If you have any with you, I'll buy one. Otherwise, I can tell you where you might find one. Na, itt van a szívköved. Excellent. I'll take it. Here, have some septums. Akkor ezek szerint ennyi? Nincs több fekete könyv? Teljesítve, jó. Mi a tökömet csinálsz? Normális vagy? Itt állok melletted. Jó, akkor ezek szerint így ennyi. Jó, srácok, lányok, megnézzük a küldetéseket, igen, tehát van ez a boncolás. Jó. Akkor szerintem ez van hátra, meg azért utána nézek, hogy most megvan az összes könyv, mert én ebben annyira nem vagyok biztos. Tárgyak. Könyvek. Az apokrif dolog. Vagy mi ez? Ja nem, fekete könyv. 1, 2, 3, 4. Szerintem még kell lenni egy ötödiknek, én nem úgy emlékszem, hogy 4 lenne. Szerintem 5 van belőle. Na mindegy, ennek utána fogok olvasni a következő részig, jó? De ez a rész most így legyen ennyi elég, jó? Mentünk is egyet. És akkor elköszönök. Na srácok, lányok, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, gyertek jó, kiadtok sok fizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. És akkor a következő részben folytatjuk itt a történéseket. Utána nézek, hogy most tényleg hány könyv van. Ha megvan az összes, akkor meg elkezdjük a Dragon Priest-eket. Meg elkezdjük a hatalomszavaknak az összeszedését, meg közben ezt a hangaszívű küldetést is megcsináljuk azért neki. Jó? Ha jó, ha nem jó, de így lesz. Na, úgyhogy srácok, lányok, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, Szói voltam, legyetek jók, nyitottak sok fizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és a következő részben folytatjuk Orsinak a kalandjait. Sziasztok!